Sziasztok, sziasztok! Most az arketekkel fogok játszani egy kis fantasy játékkal, ami arról szól, hogy köveket ledobálva el kell hesegetnünk a várfal oldaláról az ork támadó erőket. És mint látni fogjátok, ez koncepció szinten egy egyszerű játék, végül is egy shoot 'em up-ról van szó, csak lefelé. Mindegyik verzióban van egyfajta játszhatatlansági faktor, amit egyáltalán nem szeretek egy játékban, és mégis ez a játék annak idején, amikor kiadták, ugye 83-ban adták ki az Atari-s verziót, a C64-es meg a ZX Spectrum verziókat pedig 84-ben, szóval annak idején ezt a játékot 80-90%-ra értékelték nagyjából. És én nem értem, hogy ez hogyan történhetett meg az én tapasztalataim alapján, ezért egy kicsit remélem, hogy ki tudtok segíteni, hogy hol hibázok, amikor ezzel a játékkal játszok, mit nem veszek figyelembe. Szóval igazából erről szól a következő videó, mind a három verziót be fogom mutatni. Szóval ez itt az Orkatek kezdő képernyője, ami funkcionálisan egy demo is egyben. Szóval itt mindent lehet látni játékmechanizmus szempontjából, ami fontos ezzel a játékkal kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogok játszani vele igazából, hanem az, hogy merőben eltérez attól, amit a Solar Software csinált a diszfunkcionális demóival. De hát ugye az egy másik történet, hogyha arra vagyok kíváncsiak. Ugye a Solar Software egy pár játékáról is készítettem videót. Na, a lényeg itt az, hogy ugye ki van írva a játéknak a címe, az, hogy mikor készült, és az, hogy a TLV LTD adta ki. És az a TLV LTD a Thorn ME videót takarja. Vannak verziói ennek a játéknak, ahova teljesen kiírja a játék címét, ennél csak a THV-re jutott karakterhely, gondolom én, nem hiszem, de valahogy itt így lett megoldva. Érdekes, hogy a Thorn ME videó az nagyjából akkor alakult át Creative Sparks-á, amikor ez a játék készült, szóval igazából ennek a játéknak a különböző verziói ugye az arculatváltásnak a mesdjéjének a két oldalára kerültek. Szóval ez a játék még TLV-s, a C64-es meg az ZX verzió is, hogyha jól tudom, akkor a játékon belül TLV-s, csak máshogy van kiírva, viszont a borítomán Creative Sparks szerepel. Szóval egy kicsit megtévesztő ez a dolog. Na, és természetesen ugye ennek a játéknak, miután ugye portolva lett a C64-esre, meg a ZX Spectrumra, azután készültek ugye budget kiadásai is. Hogyha jól tudom, akkor az Alternative Software volt az, amelyik megvette végül a Creative Sparks-ot, és egy ilyen, hát beletette a budget játék készletébe. Szóval ennek nagyjából ennyi a története, és lehet is látni, hogy ez a játék hogyan néz ki, hogy hogyan működik. Egy várfalon kell jobbra-balra sasszéznunk, mint hogyha jégen csúsznánk, sajnos. És ugye meg kell próbálnunk ezeket a köveket az ostromlókra ledobni. Na most itt úgy viselkednek az ostromlók, hogy nem is tudom, egymás mellé telepítik a kis létráikat. Néha nincs is meg az ütközés ütközés detektálás. És valahogy egy kicsit logikátlanul alakul ez az egész játék emiatt.
mert nem nagyon jutnak az orkok előre, és elvileg ugye nekik fölfelé kellene építkezniük, de egymás mellé építkeznek. És ezt nem tudom, hogy miért, de ez jellemző az Atari verzióra, a C64 verzióra nem. Szóval itt igazából a létrásokra még csak nem is kell annyira vigyáznunk, mint az íjászokra. Az íjászokra figyelni kell, de az íjászok egy kicsit ilyen random módon lövöldöznek, szóval nem lehet nagyon kiszámítani őket. Kikerülni őket pedig annál inkább nem lehet, mert ugye itt van ez a, nem is tudom, mint a gördeszkáznék, szóval ez nem egy optimális mozgás, amit itt kell nekem csinálnom, és ez azt hiszem a C64-es verzióban is így van benne, szóval nem is tudok egy jobb verziót találni ebből a szempontból, azt hiszem. Hopp. Ami nehezíti egyébként azt, hogy ledobjuk ezeket a köveket, az az, hogy ugye van itt, ez a várfal fogazott, és és nem lehet a fogok fölött eldobálni a bombáinkat, hanem közöttük kell. Na már most, hogyha megpróbáljuk fölötte elemelni, akkor csak azt érjük el, hogy hozzácsapjuk a kövünket a akármihez, ez a fogazáshoz. Biztos, hogy van valamilyen magyar neve, csak én kulturálatlan vagyok. És ugye ezeket le kell rombolnunk ezekkel a kövekkel, még mielőtt át tudnánk dobni fölöttük valamit. Ami meg szerintem nem egy jó dolog, mert azért vannak ezek itt, hogy ellenálljanak az ork támadásoknak. Közben eltaláltak minket egy nyillal, mert azt is csinálják általában ezek a fránya orkok, akik marhára úgy néznek ki, mint a Reptile a Mortal Kombatból. Egyébként, hogyha meg lehet oldani a Reptile-t ilyen sprite-okkal, akkor simán lehetne valamilyen formában Mortal Kombat karaktereket bevinni valamilyen játékba. Nem feltétlenül harcolós játékba, de ezek marhára úgy néznek ki, mintha. És hogyha a Reptile-t meg lehet csinálni, akkor meg lehet csinálni a, nem tudom, a Raiden-t is biztos. Szóval, aki csinálni akar egy Mortal Kombatos játékot, annak javaslom, hogy figyelje meg, hogy hogyan néznek ki ezek a sprite-ok, és munkára fel. Na és hogyha a pálya vége igazából az, hogy kapunk egy ilyen napalmot, ledobhatjuk, és gyakorlatilag felégetünk mindent, és ide ki vannak sorolva elém a holttestek, akiket összehalmoztam, és ez csodálatos. Vannak ennek a játéknak egyébként ilyen brutális dolgai. És ezt említették is annak idején a szaklapokban, hogy van egyfajta ilyen kellemes kis erőszakossága az egésznek. Hop 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 hop. Jönnek közben fel ezek a halálfejek, amik nem jó indulatúak, nem azért vannak itt, hogy jó indulatúak legyenek, és szépen lefejeztek engem. És ezzel nem tudom, talán vége van most a játéknak, vagy mi történt? Vagy még van egy kis életem, és 0/9? Nem is tudom, hogy ez mit akar jelenteni. 0 életem van, vagy 9 életem van? Ez rejtély. Az igazság, hogy ugye még mielőtt elkezdtem volna itt játszani, azért kellett volna tudni. De most már mindegy, most már így készül ez a videó. Nem, mint a számítana. Egyébként. Szóval emiatt a light scrollozás miatt amúgy is, nem is scrollozás igazából, hanem ugye csúszkálás. Emiatt úgyis iszonyatosan nehéz az a játék, és emiatt egy kicsit kellemetlen. Szóval témailag ott van igazából, meg az előadásmódja is úgy rendben van, a prezentációja is, de az irányítás tönkre teszi ezt az egészet, és
Hallottam már én azt, hogy igazából emulátoron keresztül ne ítélje meg a játékot ez alapján, mert az emulátor sokat beleszól ebbe. De őszintén szóval vannak játékok, amik rendesen jól működnek, úgyhogy tényleg a legrosszabb kontrollert használom közben. Szóval én azért érzékelem a különbségeket, még hogyha ezek a különbségek relatívak is. Hoppá. Na mit csinál az a koponya? De ez csak így elveszi az életemet, szóval... És nem igazán lehet itt célozni rendesen, de hát úgy jönnek, hogy... Hogy még esélyem se legyen eltalálni. Ugye itt vannak ezek a fogazatok, amik nem engednek, hogy rendesen ledobjam a köveimet. Áh! Ez egy kicsit nem fair. De biztos van, aki jól tudja ezt a játékot játszani. Lehet, hogy eredeti hardware tényleg kell hozzá, de... ebben a formában nem annyira élvezhető. Na, leesik a fejem? Nem? Oké. Az legalább egy jó hír. Fejleesés nélkül megúsztam. Feltételezem, van két életem, amit most vesztettem el az egyiket, igen. Nagyon érdekes. Az igazság, hogy már el akarom veszteni, mert nem akarok sokat időzni ezzel a játékkal, legalábbis ezen a platformon. Ez az. Nesze. Egy kis napalmot nekik. Na. Szépen elégnek a pokol tüzében. És megint szépen felhalmozzuk a hulláinkat. És megint jön a varázsló. Ajjaj. És most a varázsló zöld valamiért. Feltételezem, hogy ez a játék úgy halad előre, hogyha sokáig csinálom ezt, és nem hagyom megölni magam, akkor még a háttérszín is megváltozik. De nem így, amikor lehullik a fejem. Oké, hát ennyit az Atari-s verziójáról ennek a játéknak. Igazából vannak olyan dolgok benne, amiket nem értek. Szerintem olyan dolgok is vannak benne, amit nem hiszem, hogy aki ezt programozta, az így akarta értelmezni. De meglátjuk. Szerintem a C64 éles verzión meg fogjuk látni, hogy ténylegesen hogyan tervezték ezt a játékot, mert ez így nem teljes, szerintem. Ez a játékélmény nem teljes. Valami gubanc van. Na, nézzük. Szóval ez az Orketek kezdőképernyője a C64-esen, és mint lehet látni, nem nagyon különbözik az Atari 8-bites verziótól. Egy kicsit igényesebben van kiírva a játék címe, de igazából a sprite-ok majdnem tök egyformák a két verzió között. Szóval igazából olyan sok mindent nem lehet elmondani erről a verzióról, egy picit részletesebb ez a rész. Még mindig funkcionális a demo. De az egy érdekes dolog mondjuk, hogy nem olyan egyszerű elindítani ezt a játékot rendesen, mert kell hozzá egy F5, és leírás nélkül az ember nem nagyon jön rá magától. Szóval most megnyomom az F5-öt. Várjunk csak. Azért. Jól van.
És ugyanaz a játékmenet igazából, legalábbis az alap mechanizmusok azok. Ez az. Ugyanúgy le kell dobálni a köveket. És mint itt lehet látni, itt rendesen felfelé építkeznek az orkok, szóval nincs olyan egyszerű dolgunk itt, mint az Atari-s verzióban, hanem itt bizony meg kell küzdenünk az orkokkal rögtön, úgyhogy felérkeznek hozzánk és elkezdik rombolni meg kaparászni a falunkat. És olyan sok időnk nincsen arra, hogy célozgassunk lefelé a téglákkal, vagy mikkel. Közben meg lövöldöznek itt ránk. De ugye mivel hogy feljöttek a legfelső szintre az orkok, ezért lehet látni, hogy oldalról most már nem a köveket vesszük fel, hanem bizony kardot rántunk és csapkodjuk a kis dögöket. Nesze, nesze, nesze. Szépen fel vannak építve a kis létrák. És most már nem nagyon tudunk ugye dobálgatni lefelé, mert ezekre a felépített létrákra mindig felmásznak az orkok. És hogyha elég sokáig kaparásznak, akkor szerintem úgy fogy az életünk, de nem igazán látom, hogy ez hogyan zajlik ténylegesen le. Mindenesetre most megkaptuk a napalmot, szépen felégetjük a létrákat a rajta mászkáló orkokkal együtt, szóval nem számít ez. Elveszítettünk egy pár életet, nekem legalábbis úgy tűnik, viszont nem nyilak által. Szóval a nyilak azok... nem annyira veszélyesek ebben a verzióban. De ugye az ostrom maga. És ugye nem változtak meg a szokásos akadályok. Nesze. Nesze, 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 nesze. Szépen meg kell várnom, amíg ez így le tudom kaparni őket a falról. És ez egy kicsit idő. Most nem tudom, hogy mit történik, mert ugye már halmozódnak az orkok. És nem tudom, hogy az, amelyik ott van, végül is milyen hatással van az életemre. De nagyon úgy tűnt, mintha nagyon el lenne ott. Anélkül, hogy én lecsapkodnám. De lehet, hogy csak idő kérdése is leszedi az életerőmet. Hoppá, most csökkent egyel. Húha. 4-re, 3-ra. 2-re. Hát igen, ez egy jóval nehezebb játék. És hogyha belegondolok, hogy ez egy kicsit funkcionálisan értelmesebb játék, akkor végülis az Atari-s verzióval is valószínűleg ez volt a... hoppá. Ez volt a cél. És most szépen lefejeztek. Szóval így esélyem sincsen arra, hogy én eljussak bármiféle varázslóig, mert így ennyi akadállyal, hogy ugye, hogy az irányítás ennyire nehéz, mert az irányítás még mindig nehéz. A közelébe sem tudok érni. Annak, hogy végig csináljak annyi pályát, hogy esetleg egy varázslóval találkozzak.
Az pedig így őszintén gáz. Szóval bár ez a játék jobban működik, mint az eredeti. Nem úgy működik jól, hogy élvezhető legyen a játék. Ugyanazok a hülyeségek, mint a másikban, ebben is benne van, csak ez. Ez a játék inkább olyan, mintha nem hagyták volna félbe, de most, hogy így játszok vele, bár félbe hagyták volna a fejlesztését, és meghagyták volna egy kicsit olyan bugyután, mint amilyen az Atari ST verzió volt. Vagy ST, nem is ST, hanem 8-bites, 800-as. XL, nem is, tényleg nem tudom. Az igazság, hogy az Atarihoz nem nagyon konyítok semmit, az, hogy az Atarinek mi a története. És azt sem értem igazán, hogy az Atari az miért, az Atari mikroszámítógépeknek miért végül is 8 bit, Atari 8 bit a gyűjtő neve. Nyilván ez feltételez valamilyen technológiai kompatibilitást, ami miatt egy ilyen egybesöpölhető kategória az egész, de... Hoppá, egy napalmot rendel. Bum, és most szépen elégnek a reptájlok. Ajjaj. Kegyetlen egy ilyen ostrom, az biztos. És felhalmozódnak a hullák. Hogy azért így halmozódnak el fel, mert ténylegesen ennyi volt, amelyiket... ennyi volt, amit kiírtottam. Vagy azért, mert ez csak egy ilyen előre kitalált ilyen dekoratív dolog, azt nem tudom, de... Hopp, hopp, hopp. Na. Migrén nem van. Úgy tűnik. A homlokon felé szálló nyíltól. De most le is esett a fejem. És nagyjából ennyi a C64-es verzió, most nem tudom bemutatni a varázslós részt, de... Hasonló egyébként vagy hasonló lehet az Atari-s verzióhoz. De ez így, szóval, ha úgy vannak alkalmazva ennek a játéknak a szabályai, ahogy egyébként meg vannak írva gondolom papírra, akkor játszhatatlan ez a játék. És ebbe az játszik leginkább szerepet, hogy ugye túl sok akadálya van annak, hogy mi egyáltalán védekezni tudjunk a támadásokkal szemben. Szóval az nem egy jó dolog, hogy akadályozó vagyok csak azért, mert ezek a fogok útban vannak. Vagy az nem jó, hogy csúszkálnom kell ezen az épületen, amikor semmi értelme nincsen a dolognak. Szóval mechanikailag korlátozva vagyok abban, hogy tisztességesen tudja védekezni. És ez egy abszolút nem fair játék ebből a szempontból. Na de mindegy, van még egy verziónk, ami egy ZX Spectrumos verzió, és gondoltam, hogy azt is bemutatom nektek egy rövid ideig. Szóval most az jön. A ZX Spectrum verzióval fejezzük be ezt a videót, és ugye ez a kezdő képernyője. Mint lehet látni, ez nem egy gameplay demo, hanem csak egy opció képernyő arról, hogy miféle
irányításokat lehet használni, és ugye alapból a ZX Spectrum az egy billentyűzetes irányításos valami, szóval egy kiegészítő nélkül nincsen joystickos irányítás, nincsen integrálva a gépbe egy joystick port, ezért mindenféle ugye piacon megjelent adalék csatolmány az, amik között itt lehet választani, de én úgy tudom, hogy a Campstone az, ami az általános joystick illeszték, szóval lehet, hogy a többit ki is lehetett volna hagyni. Mindegy, igazából nem nagyon számít a dolog, de hát, ugye ez van. Én, ugye mivel, hogy emulátoron játszok, azért megtehetem, megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy egyszerűen csak billentyűzett lenyomásokra konvertálom a gamepad gombokat, és igazából ezt tettem. Nem, mint hogyha számítanám, mert ennek a játéknak fundamentális problémái vannak, amit rögtön be is mutatok, mert az igaz, hogy ezzel a játékot nem lehet játszani. Ugyanis integrálva van az össze, a másik két verziónak az összes hibája, az összes nehézsége, attól függetlenül, hogy ez mennyire használ a játéknak. Szóval ugyanúgy ezt a célozgatást ezt itt el kell játszanunk, és az, az igazság, hogy ez az ZX Spectrumon még annyira nem működik, mint C64-en meg Atari-n. Szóval ez egy ilyen sajnálatos dolog ennél a verziónál, mert onnantól kezdve, hogy az orkok itt felkerültek a létra tetejére, és ők nagyon gyorsan építkeznek, gyorsabban, mint a C64-es verziónál, onnantól kezdve gyakorlatilag csak ezt a csapkodást fogjuk csinálni, és ez lassú, és igazából nem tudunk mást tenni. A védekezésre abszolút nincsen alternatívánk. És egy óriási nagy probléma ez. Hoppá, és közben még el is találnak ugye a nyilakkal, és nincsen semmiféle ilyen sértetetlenségünk, amikor éppen szenvedünk, és nem tudjuk irányítani a karakterünket, hanem még a plusz nyilak, amik időközben, vagy az ájuldozás közben belénk találnak, még azok is elveszik az életünket. Szóval mondom, ez egy nagyon gyors videó lesz. Ez az. Még valami hőkövető rakétát is kilőnek ezek az orkok. Szóval ugye ennek a verziónak az a problémája, hogy a játék dizájnnak az integrált hibái, azok még inkább kihatnak egy ZX Spectrumon. És effektíve játszhatatlan ez a játék. Szóval abszolút tehetetlenek vagyunk azt illetően, hogy mit lehetne így csinálni. És én nem látom a megoldást, úgymond. Lehet, hogy valaki valahol, valamikor tudta ezt a játékot játszani, de annak kötél idegei vannak. És az igazság, hogy nem nagyon hiszek ennek a személynek a létezésében, vagy lehet, hogy van egy titok ebben a játékban, amiről nem tudok, mert vannak ilyenek. Régen a C64-es játékokat úgy játszottam, hogy nem tudtam, hogy a Space egy általánosan vett másodlagos tűzgomb. De az érzésem, hogy ezt a játékot csak úgy azért adták ki, mert lehet. És ennek igazából nem nagyon örülök,
mert ugye az orketeknek az alap koncepciója szerintem jó, csak azokkal a nehezítésekkel, amiket kitaláltak, és azokkal a nehezítésekkel, amikkel ugye a platformoknak a limitációi miatt jönnek elő. Szóval ezekkel a dolgokkal együtt ez a játék nem működik. Egyik verziója sem igazából. Szóval az Atari-s verzió az azért egy hosszabb élmény, mert nem működik. Azt szerint a terv szerint, amit erre a játékra kitaláltak. és ugye egy... Nem is tudom, mintha egy programozási hiba lenne benne, ami miatt nem működik, és hogyha egy programozási hiba miatt működik jobban az a verzió, mint az összes többi verzió, akkor a fene megette az egészet. És hát az összes többi verzióra pedig ugye, hát láthattuk, hogy az érvényes, hogy még rosszabb is. Szóval nem fogom mondani senkinek, hogy az Orketek egy jó játék, mert igazából nem az. Egyik verziója sem. És ez egy sajnálatos dolog, de remélhetőleg találok majd egy olyan ilyen ostromos játékot, ami jól sikerült. Lehet, hogy ennek a játéknak van egy remake-je, ami végül is megvalósította ennek a játéknak az álmait, de egyelőre erre a remake-re még nem találtam rá. Na mindegy, szóval láttuk most már mind a három verzióját ennek a játéknak, és bemutattam mindent, amit lehetett. Remélem, hogy azért valamilyen szinten jó volt ez a videó, élveztétek ezt a videót. Like, dislike, komment odalent, sziasztok!